Sziasztok, én Batman vagyok. Én pedig Ádi. Ez pedig az Asztalcsata 62. része. Fiúk, lányok, nézzétek el nekünk, hogyha esetleg most kicsit bágyadtabbak leszünk a megszokottnál, de az a helyzet, hogy éjszakás műszak után vállaltuk be a felvételt, mert délutánra mindig összegyűlik valami, elég sok maró, és akkor egyszer napod meg megcsinálni. De hát a legutóbb is csak emelt az adás színvonal, amikor éjszakás műszak után csináltuk, azt nagyon tetszett nektek, de rendszert nem akarunk csinálni belőle. De aztán majd meglátjuk. Viszont baromira vakít az a kurva lámpa téged, nem? Ami, ez csak egy kulisszatitok, hogy belenézek abba a ledes lámpába, és annyira vakít, hogy lehet, hogy már nem sűrűn fogva benneteket nézni, illetve azt sem tudom, hogy hol van a kamera. Na, mindegy, ennyit erről. Ugye a 62. rész, vérprofik vagyunk. Így van. Annyi, hogy nagyon röviden még elmondom, szolgálti közlemény Janánt, hogy rövidesen felkerül egy videó, mivel többen jelentkeztetek, hogy szeretnétek vendégzsűriként szerepelni, semmi akadálya, csak a feltételeket majd el fogom mondani egy videó keretében, egy sima blog lesz majd, és akkor kikérdőteti azt, hogy akarja majd csinálni, vagy nem. Ebben lesznek a feltételek, hogy mégis mi kell hozzá, mit várunk el, stb. Stb. És ezzel kapcsolatban nagyon írunk, hogy Hercsa Márkusz ismételten vendégzsűri lesz majd, sőt, van egy kis meglepetésünk, hogy a következő részben, a következő adásban ismét megméreteti az új asztalát. Na most viszont már annyi mindent beszéltünk, hogy kezdjük is el, igaz? Mm. Az első asztal, megmondom őszintén, srácok, amikor én megláttam az első képet, még úgy oké. Okay. Meglátom a másodikat, a harmadikat, a negyediket, és szerintem látni fogjátok, hogy mégis miről beszélek, hogy mi az, amire oda kell nagyon koncentrálni. Horváth Bálint küldte be nekünk, és hát tulajdonképpen még mielőtt nekiesnék a fő momentumnak, hogy a fő dolognak, amiből a legtöbb van azon a képen, azért elmondom nektek azt, hogy mégis mit látunk. Először is egy Miria, jól ejtem? Miria? Életem nem hallottam meg ezt a márkát, úgyhogy most induljunk el, volt Miria. Oké, akkor van itt egy Miria 24 szoros monitor, tehát típus szállt is el tudnám mondani, hogyha valakit esetleg érdekel, akkor MY8202-es. Aztán van egy Logitech egerünk, GPro egerünk, aztán Logitech G103-as billentyűzetünk, Marvo XXL egérpadunk, egy Genesis Helium 600-as 2.1-es hangfalrendszerünk és egy Marvo fejhallgatónk. Na most, nekem nagyon tetszett az, hogy Bálint oda bökte, hogy Fülváról a levélbe, hogy az asztal az egy-egy color szekrény, ez a IKEA-s, az a kettő fekete, és a tetejére pedig egy padlásról lehozott két deszka van. Tehát nekem nagyon tetszett az, hogy tényleg feltalálta magát így, hogy lehozott két deszkát a padlásról, és nézzétek meg, hogyha azt nem írja meg nekünk, nekem fel se tűnik, én azt hiszem, hogy ez egy kész bútorlap. Jó, mondjuk a magát a szekrényt, azt felismertem volna, mivel nekem is van. De ettől tekintve én azt mondom, hogy egész jó, ötletes, és nagyon gyorsan elhadartam ugye azt, hogy látható a képen, de nekem ez így most sokkal könnyebb volt, de hogyha most megnézitek, hogy mi van még. Bálint, én tudom, a pici kaktusz, nem? Igen, a pici kaktusz, Árpi majdnem eltalálta, a színét legalábbis. Szóval a fű, gyerekek, ez halálos. Igaz, hogy Árpival elkezdtünk beszélgetni a képről, hát szerintem kicsit sok a fű, hát szerintem nem. És akkor utána mutogattam neki, hogy na jó, de figyelj, van a hangfal tetején, van lábtörlő gyanánt. Hogyha a többi képet is megnéztek magában, a két kis szekrénybe is be van rakva a fű. Tehát nem tudom, Bálint, majd írná meg nekünk, hogy milyen megfontolásból választottad ezt a műhüvet dekorációnak, ami most félre ne érts, semmi kifogásom nincs lenne, tehát nem csesztetni akarlak én téged ezzel, csak én még ilyet nem láttam. Tehát, hogy ötletes, a hangfal tetején szépen ugye le van vágva, kedvet kaptam fűnyíráshoz, szerintem azután menjünk ki, aztán vágunk egy kis fűvet. Na, szóval minden esetre Bálint nagyon fasza, nekem nagyon tetszik, az asztalod. Ebben tényleg úgy nem tudnék belekötni, mert a kábelmenedzsment az nagyon faszán megvan oldva, szerintem ott azért van a fű alatt is, lehet, hogy azért van a sok fű, nem, hogy azzal takarunk el valamit, vagy nem tudom. De ettől függetlenül
Hát de mit akar, mert erre nincs sok kábel. Nem, ez egyszerűen tényleg nem, ezt nem lehet belekötni. Tehát nagyon faszal, nagyon szép, nézzétek meg azt a képet. Hát itt is halálos, tehát tényleg, hogyha most a hangfalnak a tetejéből nő neki a kis műfű. Szerintem Bálintéknek, hogy boltjuk van, ahol ilyennel foglalkoznak, és ez itt most reklám. Nem, egyébként arra gondoltam, ugye, hogy nagyon sokszor anyukák apukák, hát inkább anyukák szokták mondani, hogy kisöm áldal a gép előtt rohadsz, menj már egy kicsit a szabadba. Bálint fasz a gyerek, Bálint behozta a szabadot. A szabadot behozta. Tehát, hogy nem kiment a szabadba, behozta a szabadot. Tehát, senki nem mondhatja. Ja, és fiat fönn, az mi az a... Igen, azon a képen, amit te is nézel, az egy laptop? Valószínűleg igen. Vagy egy lapos fűnyíró? Nem tudom. Bálint... Bár kettő. Bálint nagyon fasz az asztal, gratulálok hozzá. Versenyben van, abszolút versenyben van. Viszont még miatt... Akarsz az asztalomjúrót mondani? Minden lehet mondani. A számítógép hát nem ilyen... Ja, tényleg azt nem is dicsőtjük, mert a... Nem tudom, annyira vonzotta a szemet a... Azt nézem, hogy egy Szego vagy Szegotep, elnézést azt elfelejtettem kinézni a számítógépet, mert amúgy a mai és a következő részben a hat delikvens közül szinte kivétel nekünk mindenki megírta, ami van az asztán. Úgyhogy hatalmas vagy is látó, az nagyon jó, csak amik meg nem írtak meg, azt én meg elfelejtettem kikutatni. Úgyhogy kicsit könnyű megszokni a jót, meg egy kicsit elkényelmesedtem én is. A számítógép is egyébként nagyon jó, jó mutat benne a kék LED, igaz egy kicsit ellentmondásos a pirossal, de igazából mivel annyi zöld van a képen, ezért semmi nincs semmi összhangban. De hát én RGB végül is, mert R az a billentyű, az egérpad, a G az mindenhol, a B meg a számítógépház, tehát ennyit akartam csak hozzá mondani. Most gondolkodsz, hogy milyen francról beszéltem, mi? Mi az RGB? Red, blue, én tudom. Ja, de azt így vágom, csak most miért jönnöre blúttad, hogy kék a számítógép? Igen. Jó, hát gyerek, éjszakás műszak után vagyok. Jó, oké, tényleg nagyon fasz, nekem tetszik, de még mi a történik, átugranánk a másik asztalra, de igen, most még hirtelen ez jutott eszembe. Aztán, tudod, már csak az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep. Nos, akkor vissza is jöttünk. Remélem tetszett nektek is. Tényleg akartam gonoszkodni, de nekem akkor is ez a megoldás. Így van. Na. Közben itt lapozgatunk. Akkor a következő asztalunkat Králik Robert küldte be nekünk, aki egy nagyon szimpatikus levelet is írt magához a képben. Igen, ebben a levélben egyébként az állt, hogy a szülei szobájában van berendezve a számítógép, illetve a számítógép asztal, valószínűleg közös használat gyanánt. Épp ezért megírta nekünk azt is, hogy ezért nem nagyon van a falon meg itt ott dekoráció, hogy ezt nézzük el. Tehát ide megaszthat fel ugye a szobák falára dekorációt, de bocsáss meg, még azt is írta, hogy az utolsó darabig mindent a saját pénzéből vettek. Így van, tehát ez abszolút saját minden, amit a képen láthatunk. És ha már, mint a képen láthatunk, akkor van egy Froston házunk, van egy Samsung TV-nk monitor gyanánt, egy Gigabyte Force M7-es egerünk, egy Silverline billentyűzet, ami ideiglenes, megírta nekünk Robert, hogy egy Scorpion K10 lesz majd valamikor helyette. Egy Genesis egérpad, nem először látunk már ilyet. Ja. Beats Bluetooth-os hangszórók, egy Logitech webkameránk bújik meg még ott, egy TP-Link router, a hangtechnika, ami mindenfelé látható, az Vestel. És még azt is, hogy a másik kettő a hátam mögött van, tehát a szobának a másik felében. Igen, ez, mivel ott a polcon, vagy ahol el van helyezve, családi gyerekek vannak, ezért nem készült róla a kép, nyilván személyes tárgyakat csinálszak, nem kötelező lefényképezni. Illetve van egy Sharkmund fejhallgató, amihez házilag eszkábáltak édesapjával, Robert az édesapjával egy fejhallgató tartót. Na hát... Ez is nagyon jó. Ja, bocs, igen. Semmi probléma. Annyi, meg ott van még egy DVD-re játszó a billentyűzet tartó kis fiókban. Illetve még a szemüvegép házban állt a mély nyomó. Egy kis asztali lámpát látunk a TV bal alsó sarkánál. Na, hát az képest, hogy egy
Ilyen tekintetben egy kicsit hátrányosabb helyzetből indul, mint a többi nevezőnk, hogy itt kellett berendezkednie. Ahhoz képest szépen összehozta, és hogyha ez tényleg minden a saját pénzéből van, akkor a kalappal ezeket szoktuk azért értékelni. Nyilván sok minden mindenkinek a saját pénzéből van, csak itt azért egy fiatalabb versenyzőről van szó, nem egy 20 évesről, aki már tényleg a saját keresetével rendelkezik. Tehát az a tényleg zseppénzből ez nagyon-nagyon szépen össze lett gerebízve. Igen, az asztal mondjuk egy kicsit kicsi, ezért egy kicsit mondjuk, hogy zsúfoltnak érzem, de mondjuk van azért hely, tehát nincs teljes mértékben telepakolászva, hogy már látom kis asztalokat, hogy tényleg az utolsó négyzetcentiméterig le volt fedve valamivel, mondjuk hát Bálintól kérhet nyugodtan egy kis műfűvet az üres részekre. Szegény Bálint. Nem, egyébként jó pofogad az asztal. Tényleg, hát most nem tudom, hogy mit, hova lehetett volna rakni. A hangszórók szépen el vannak rendelve, van középen, van bal oldalt, van jobb oldalt. A bluetoothos hangszóró most kérdés, hogy mi ezt használja, hogy a tévéhez esetleg kiegészítő hangszóró, ezt nem tudom. Egérpad helyén, billentyűzet. Kössünk bele, hogy nincs a helyén, de a DVD-re játszolnak a billentyűzet helyén, és szerintem azért ez így kényelmesebb akkor. Néha indokolatlanak tartom a billentyűzet tartó fiókat, főleg, hogyha egy, így van az asztal, hogy nem középre van, tehát van a jobb szélére, mert bal oldalt van két fiókunk. A webkamera igazából az arcát mutatja, most mindegy, hogy bal oldalt, jobb oldalt, középen van. Az meg webkamera, hát mit összeréz, ami mi az? Hát mondtam, hogy webkamera. Jó, most már tudom, hogy webkamera. Igen, tehát a felvetőtartó kábeleket egyéb iránt nem látunk, abszolút nem. Úgyhogy nagyon szépen össze lett ez hozva. Én ennyit tudnék még hozzáfűzni, teket is egyetértek Ápi, valamit elmondott. Nagyon szépen megoldott a Balázs. Robert. Tessék. Robert. Bocsánat. De Balázs nincs is majd részben, csak akkor néztem a neveket gyorsan. Akkor mindegy. Robert. Robert. Robert, bocsáss meg, nagyon szépen összehoztad az asztalt. Én majdnem belekötöttem abban, nem is az, hogy belekötöttem, csak majdnem megijesztem azt, hogy a monitor nincs középen, hogy ez milyen kár, de aztán rájöttem, hogy nem, nem kár, mert hogyha azt nézed, akkor tehát ugye nem középen van maga a billentyűzet tartó se, tehát mindenféleképpen ugye neki, tehát ő neki pont így van szembe. Sokat dobott van egyébként még a képen az, hogyha üzemel a tévé, tehát tudod, hogy engem is az a basztott, amikor én elküldtem az amerikai versenyre az asztalomat, hogy basztott, nem is jó az egy tévém, és azért nem volt bekapcsolva. You know, this is crazy. This is insane. I wish the TV was on. It would have, I think, added even more to the whole picture. Maybe it doesn't even work now. But Azóta ezt én is mindenki elesítem, aki úgy küld nekem a képet, hogy éppen nincs rajta semmi. Na, szalak a kalappal, én azt mondom, hogy nagyon jó, nagyon klassz. Büszke lehetsz rá, tehát minden ismerésem a tiéd, versenyben van az asztalod. A harmadik asztalt, igen, Juhor Bence. Juhor milyen név? Nem tudom. Nem tudom. Hunor, Magor, Juhor. Mit mondtam az előbb? Bálintot? Balást. Balást. Van Bálintunk és van Bencénk. Nem tudom, én mondtam. Jó, oké, tehát akkor tulajdonképpen, ha megnéztek ezt a képet, akkor ez is egy nagyon szép egy setup, nekem nagyon tetszik. Elképzelhető, hogyha ezt a fényképet ő akkor készíti, amikor nem sötét van, tehát nincsenek ezek a fények, akkor nem jut akkor át, mint most így ebben az állapotában, de így mondjuk baromra kiemeli ott a háttérvilágítás, az egérpadnál körbe a keretvilágítás, vagy hogy mondjam azt. Hát keretvillámra a keretvillám. Hát az erre, hát az, igen. Igen, tehát az is nagyon tetszik, és nagyon hangulatos az a kis gyertya is még, ami oda van rakva az asztalra. Ezen kívül, hogyha jól nézem, akkor nem csak az asztal szegény van, neki valószínűleg lehet, hanem a monitor mögött is. Látod ott a fehér fény, tehát ott telibek a képen a fal. De azt mondom, hogy srácok, ez egy nagyon szép setup, akár csak az egy képünk van róla. Mindjárt el fogom mondani, hogy mi az, amit úgy látunk. Egyébként hát itt azt mondta nekem, hogy az a baj, hogy van rajta kábel. Tehát nem kábel, rengeteg, ugye látunk egy kábelt.
és én akkor mondtam neki azt, hogy oké, okay, ez nem egy kószakábel, hanem éppen tölti a telefont. Tehát ebben ugye nem fogok tudni belekötni. A múltkori adásokban is ugye volt az, hogy a monitornak a lábánál volt az USB, emlékszel az USB hosszabbító, hogy valami ilyesmi, és használaton kívül volt. Akkor az ne legyen ott, de itt jelen esetben ennél a telefonnál, tehát azért, mert a telefon tölti, de nem lehet majd belekötni. Egyébként baromi jól néz ki. Tehát most ezt a képet, hogyha megnézzük, akkor gyönyörűen látszik a plexin keresztül a számítógépen belül az alkatrészeknek a hada, például az, hogy a hullát látjuk, a videókártyát, stb. És most hirtelen beugrott nekem az, hogy Török Roland a múlt héten ugye küldött nekünk a számítógépért, hát a komplet asztaláról egy képet. És ott egészen furcsa volt az, hogy maga a cooler arról volt, mert most megnézitek ennél a háznak az esetében ugye fölül van. És most meg nem mondom, ki volt az, elnézést kérek tőle, YouTube-on a megjegyzések közé valaki ugye oda is írta azt, hogy valószínűleg, hogy fordítva, tehát meg van fordítva a háza, fejtetőn van a ház, és hogy milyen trükkösen oldotta ezt a dolgot így meg. Na most Árpinak is van egy olyan probléma, hogy most vette egy bőm nagy házat, és ugye mind a két oldal a plexi, de csak az egyik oldalról lehet látni az alkatrészeket. Na már most neki pont az a fele szabad, pontosabban pont úgy tudná helyezni az asztalra, hogy maga a nyitott rész, amin ugye lehet látni az alkatrészeket, az pont a fal felé van, tehát nem ő felé. És ebből gondoltuk azt, hogy nekem is meghult a fejembe az, hogy ezért valószínűleg megfordította a házat fejtetőre, ezáltal ugye erre, tehát a mi oldalunkra, a monitor felé oldalra esett az a rész, az a nyitott rész, és hogy lehet látni az alkatrészeket. Viszont nem, hanem az egy Silverstone ház, valami P, meg 7-es, meg ilyenek vannak benne, hogy valahol majd feladozni fogom, és ez gyárilag ilyen, tehát kicsit csalóka volt a kép, de gyorsan utánéztem, és persze megkérdeztem Rolandot is, de még mielőtt Roland válaszolt volna nekem, ez gyorsabban ment, mi megtaláltam. Egyébként Roland még küldte ezt a képet is, itt sokkal egyszerűbb, tehát hogyha ezt így megnéztük, akkor tudjátok, hogy miről van szó. Ez most egy kicsi érdekesség volt csak, mert tényleg amikor a kommentelők között valakinek feltűnik egy ilyen, akkor arra ugye már így reagálni, vagy legalábbis utána járni a dolognak, hogy most tényleg fordítva van-e vagy nem. Egyébként azért is gondoltam, hogy nincs fordítva, mert magának a háznak a tetején nem láttam a lukakat, a lábaknak a lukait, és ugye tök sima volt, akkor mondom, az nem lehet, és viszont lehetett látni alul, hogy magasabban van, legalább egy centire van az asztal lapjától, tehát akkor nem, ezt meg kell nézni, tehát ez egy Silverstone P, nem tudom, van benne 0 meg 7-es, de most feliratoztam, meg fogjátok látni. Na, szóval akkor viszont visszatérve erre az asztalra, már akarom búzni az időt, csak ezt akkor még értem, hogy meg fogom említeni. Hát, Corsair, ez micsoda, kicsit tudom mondani. Kerbyte? Carbide. Na, szóval. 400 C-s ház, egyébként nagyon jól néz ki, nekem nagyon tetszik. Akkor Asus ROG monitor, 27-szoros. Logitech Z6, 2, 3, 2, 1.1-es hangforrendszer. Aztán egy már Katz RAT Trat. Tehát ez már nem megír, ez már patkány. Ja, igen. És egy Razer Black Window 2015. A Razer az más. Nem Razer, mondtam Razert. Majdnem. Miért? Hát be volt benne egy kis B betű. Hát, de a Razer az más. Szerintem süket, majd visszapörgetem és meg fogom nézni. Higgyitek, hogy mondtam. Nos, visszatér az asztalra. Hát kivetni alót nem találok rajta. Belekötni nem lehet semmibe. Érdekes mondjuk az is, hogy a ház, a belső világítás, a házon belüli belső világítás ugye megvilágítja mögötte a falat. Igen, ugye a hátsó panelt látszolik a fal, mintha kivetítené. Hát még az is ad hozzá, a géphez tetején ott van egy kis növény, van egy aszterlámpán. Igen, ikás műfű, ami nekem is van, van még egy kontrollerő. Nem tudom, ott a gyertyára fókuszáltam ott. Nem tudom, én meg amúgy egyébként egy Noble Chairs székünk van, amik nem olcsók egyébként, de nagyon jó anyagból készülnek állítólag. És csak majd egy kérdésem van, ha megírod, megírod, ha nem, kedves Bence, mi a lóf hűtesz akkora proci hűtővel? Tehát
Nekem van egy 7700 kám, oké, vízhűtőm van, az kisebb. De azzal mit? Az akkora már, mint a ház az a hűtő. Hát, ez csak úgy érdekességképpen. Nem ad, nem veszel semmit. Tehát ez csak úgy érdekességképpen, mert megláttam, én azóta én meg arra fókuszáltam, hogy ilyet kell. Tehát én megláttam, és kb. Egy ekkora az a hűtő. A hűtő borda része. De jó egyébként, nagyon fasza. Viszont elérkeztünk szerintem, hogy meg kéne mondanunk azt, hogy ki a nyertes. És amikor én mondtam, mindig az mond, aki egyet mond. Hát nem, most mondjad mondjuk te. Aki egyet mond. Jó, hát nem futok most olyan végig az asztalokon. Elmondtuk egyszer ezzel, és próbálunk egy kicsit rövidíteni, nem mondjuk el még egyszer ugyanazt, amit elmondtunk hosszabban. Bármit, nagyon jó kis asztal, ez a műfűes cuccet tetszik nagyon, amúgy, nagyon jó. Robi, le a kalappal, tényleg nagyon szép munkát végeztél vele, tényleg lehetőségehez képest hatalmas nagy pacsi elérte, viszont Bencének abszolút nem feltétlenül az LGB világítás miatt, hanem tényleg az egész képnek van egy olyan feelingje, hogy ez kell, ez jó, ezt tetszik, ez nagyon. Leszámítva azt, hogy ez kis telefon töltős kábel, ez ugye Bence is megmondta, hogy hát ez elégek, hogy nem tudom belekötni, de elégekben bele tudok kötni. Ne kötsd a telefon, még igen, mert ha mondom tényleg, hogy a kábel csak ott van, akkor azt mondom, hogy igen, belekötő. De így nem, egyébként nagyon szar ez így most ebben a szituációban, ugye, hogy másik két verset, szóval nem tudom, itt a három asztal, hogy összekerült. Az első asztalnál kapásból megfogott a fű, tehát az olyan poénos volt meg minden. A második asztalnál megfogott maga a fiatal versenyzők, hogy is hívták a srácot, hogy most bocsánat, nézzem, nem ő, Robert volt. Igen, tehát Robert esetében nagyon megfogott az, hogy amit írt. Viszont, hogyha most az asztalcsat az egy szépségverseny, tehát egy asztal szépségverseny tulajdonképpen, és akkor nekem is azt kell mondanom, hogy az utolsó asztal, mert az most hatalmasat ütött, tehát igen. Hát igen, most látom, hogy esetleg az a vád ér meg minket, hogy valószínűleg, hogy ugye Bence kicsit tehetősebb, többet megtehetett, tehát többet megvehetett. De hogyha most azt nézitek, ugye nagyon sokszor elmondtuk, hogy az érték nálunk nem számít. És megnézzük az első képet, ugye ott is van egy nagyon fasz a házunk, be lehet látni itt is, mi azzal nem foglalkozunk, aki most Ápi megkérdezte azt, hogy mit hűt vele tulajdonképpen magával azzal a kullerrel, de mi azzal nem foglalkozunk, hogy a képe milyen, tehát hogy most egy ihetes proci vagy tök mindegy, tehát minket az baromira nem érdekel. Igen, mert írták sokan azt is, hogy mi van a gépükben. Megírhatjátok, semmi probléma nincsen, mert csak nem fogjuk felolvasni, mert annak semmi értem, hogy felolvassuk, hogy nem most ebbe i9-en, ebbe i7, abban már csak egy AMD proci. Ha ez szerint dőlne, akkor nyilván az i9-es gép. Van egyébként egy ilyen csatorna, Lukorra néztem egy srác, beküldik neki az asztalra a képet, és tök monoton hangon felolvasom, hogy mi van benne a gépbe. És azt hiszem, ez 3-4 géppel megcsinálja, és utána mondja, hogy két hétig lehet szavazni arra, hogy ki legyen az első. Baromság. Tulajdonképpen szerintem nem akarom megszólni a srácot, de itt ugye most mi az asztal zsűrizzük, nem az, mi van benne. Hát logikus, hogy azt fog nyerni, amelyikben a legjobb cucc van. Illetve, hát mivel magyarok vagyunk, nem azt fog nyerni, mert a magyar az irigy, és akkor inkább az lesz második vagy harmadik. Tehát azért érzitek, hogy mit mondok ezzel. Itt viszont ott volt az, hogy ugye most a padlásra hozott két eszkát. Ötletes volt, tényleg, és jól nézett ki, nem kellett neki ezreket rákölteni erre a dologra. Úgyhogy, hát sajnálom srácok, hogy nem nyerhettetek ma, Bencének viszont szívből gratulálok, és megkérlek, hogy akkor légy szíves, vedd fel velem e-mailben majd a kapcsolatot, hogy tudom akkor neked eljuttatni a ajándékodat, a 10 eurós ajándékkártyádat, utalványodat. Még esetleg valami, akkor nem marad más hátra, mint hogy. Nézzétek meg az autót. Így van, és hogyha tetszik az, amit csinálunk, ezt ott is elmondom, akkor légy szíves, iratkozzatok fel, mert napon nap már többet iratkoztok fel, és a végén még lehet hinni, hogy ez az 1000. Köszi még egyszer. Sziasztok, én Bergman voltam. Én meg Ápi. Ciao. Pacsi.
Köszönjük, hogy megnéztétek a mai videónkat. Amennyiben tetszik az, amit itt hétről hétre csinálunk nektek, akkor iratkozzatok fel. Ha a legutóbbi videónkra vagytok kíváncsiak, akkor azt ebben a sorokban találjátok. De hogyha az aktuális sorozat további részen érdekel titeket, akkor pedig ide kattintsatok. Mára ennyi volt? Legyetek rosszak. Sziasztok! Sziasztok.